Hello, ne haragudj, kettő fagyit szeretnénk kérni. Nem, nem, én a másikat. Pisztáciás? Ja, nincs, jó. Köszönjük szépen. Köszönjük. Na, csak megérte azért idejönni. Hát így van. Te vágul? Hogy kerültünk ide, miért kérdem? Hát valahogy úgy volt, hogy én hoztam neked ugye azt a bőrömet. Aztán kinyitottuk, akkor még jó volt. Aztán amikor másodjára kinyitottuk, akkor már rossz volt. Aztán kinyitottuk harmadjára, aztán valahogy ide kerültünk a Voidba, aztán megláttuk ezt a fagyistandot, és itt vagyunk. Na, ez aztán szifra történt, de hogy folytassuk egyáltalán? Jó kérdés. Mi lenne akkor, hogyha a nézőket is belevonnánk? Legyen így. A következő szánhírlóban az intro az az lesz, amit kommenteltek, a legjobbat beválasztjuk, szóval hajrá! És meg is valósítjuk! Ragyogó, szép napot mindenkinek! Itt személyesen a nap beszél, és ez itt a Szánhíradó. Örömöm szavakkal nem leírható, hogy ma is itt vagytok. Vágjunk is bele a gaming világ legújabb híreibe. A mobiljátékpiac borzalmas színvonalát egy pár játék tudja csak kompenzálni, és szinte kezemben meg tudom számolni azokat, amik kicsit is egyediek és érdemes külön miattuk a kezükbe venni a kis érintőképernyős eszközünk. Viszont most valami igazán izgalmasan a láthatáron, ami nem igazán új, de legalább újra gondolt, ez pedig a Rocket League Mobile. Egészen pontosan az lesz a neve, hogy Rocket League Sideswipe. A már sokunk által jól ismert kocsifoci játék úgymond 2D-s formában érkezik, és a fejlesztők szerint kifinomult érintőképernyős vezérléssel fog rendelkezni. Ránézésre rendkívül letisztult és egyszerű, tényleg egy olyan játéknak tűnik, amiben mindenki bele tud kezdeni és tudja élvezni. Bizonyos trükkök viszont őszintén szinte ránézésre túlságosan könnyűnek tűnnek a 2D-s irányítás miatt. El tudom képzelni, hogy például flipresetelni majd idővel körülbelül minden átlagos játékos fog tudni. Bár lehet ez is csak olyan, mint a rendes Rocket League, hogy nézni könnyebb, mint játszani. Illetve, hogyha jól látom, boosterek sincsenek, persze érthető okokból, szóval el tudom képzelni, hogy automatikusan visszatöltődő lesz, mint például a dropshot módban. A játék egyébként itt is ingyenes lesz, ami szerintem is az egyetlen jó döntés, és az irány, amit választhatnak. Az alfa tesztelés pedig már elindult, viszont sajnos csak Ausztráliában és Új-Zélandban. Elméletileg számíthatunk majd beta tesztelésre is, amire már több térség is jogosult lesz, de még nem tudunk pontos információt erről. Csak annyit, hogy már ebben az évben játszhatunk vele. Személy szerint nagyon várom, hogy megjelenjen, és tök jó lesz, hogy mindig ott lesz a zsebemben, hogy játszok velem, hogyha ráérek. Mondhatni, ez lesz a Pocket League. Nos, gamerek, jó volt, amíg tartott. Mehetünk vissza a TeamSpeak-re, ugyanis a Microsoft hírek szerint már tárgyal a Discorddal, hogy több mint 10 milliárd dollárért megvásárolja. A Discord volt az, aki eredetileg kezdeményezett és már az Epic Games-el is, és Amazonnal is futottak egy kört. Őszintén nem csodálkozom, hogyha kell nekik a pénz, hiszen egyáltalán miből van bevételük? Hirdetés egyáltalán nincsen a Discordon, hála Istennek, szóval az egyetlen dolog, amiből bármi hasznuk van, az a Discord Nitro. Ezzel egy pár előnyben részesülsz, mint például a Full HD képernyő megosztás, mozgóképek használata, tese szabható tag és nagyobb feltöltés. Limit. De havi 5 dollárért nehezen képzelem el, hogy ez sok embernek kellene. Ha esetleg nem tudtátok volna, a Microsoft volt az, aki a Skype-ot is megvásárolt még 2011-ben. És most kérdezhetitek, hogy hol tart a szoftver? Őszintén, hogyha hasonló sorsra fog jutni a Discord, az sem fog már érdekelni. Amúgy sem szerettem őket annyira. Fortnite közösség profi tagjai hivatalosan is eltemették a Fortnite-ot, bár nem halt meg a játék, csak az ő szemükben, úgy mint az előzőkben is mindig valaki szerint. A Twitteren még trendingelt is a RIP Fortnite hashtag, ami nem mindennapi látvány. De egyáltalán mi történt? Nos, az úgynevezett Wager-öket betiltották. Aki nem ismerné ezeket, lényegében ez egy lehetőség azok számára, akik meg szeretnék magukat mérettetni a játékban úgy, hogy pénzt forog kockán. Sokszor egy V1-ben, de akár csapat szinten is egyenlő összeget bedobtak az emberek a közösbe, és
dupla vagy semmi alapon csaptak össze a játékosok. Viszont egy bökkenő van ezzel, ez már szerencsejátéknak minősül, és hát a Fortnite ezt nem igazán akarja támogatni. A játék profi közössége is rendkívül sok kiskorúban áll, és ennek ellenére aktívan vettek részt ilyen major meccsekben. Ráadásul nem volt ritka az sem, hogy két személy között hiába született szóbeli megállapodás, hogy a nyertes megkapja a pénzét, sokszor egóból a vesztes lelépett a pénzzel. A Vagerek körül túl sok volt a probléma, és bár lehetett őket korrektül csinálni, én megértem, hogy az Epic nem akar platformot adni ezeknek a cselekvéseknek. Az egész botrány onnan robbant ki, hogy Clix kiírt a Twitterre, hogy nem fog többet vagerözni, ugyanis személyesen kapott egy e-mailt az Epic-től, hogy ne folytassa ezeknek a streamelését, mert ki fogják bannolni. Több Fortnite profi is kifejezte a véleményét, hogy szerintük ez a legrosszabb season, és hogy egyszerűen nincs mit csinálni a játékban. Nos, lehet, hogy a Primal sárgán most a meta, de ezeknél az embereknél pedig az, hogy minden egyes adandó alkalommal savazzák a játékot, és mégis játszanak vele tovább, mint hogyha muszáj lenne. Ha nem tetszik valami, ott lehet hagyni és tovább lépni, ne kelljen már azoknak ezt hallgatni folyamatosan, akik még élvezni szeretnék a Fortnite-ot. Azért, mert valamit folyamatosan ismételsz, nem lesz tőle igaz. Nem a játék halott, hanem a lelkesedésed iránta, azáltal pedig, hogy kitvíteled nap mint nap, nem lesz jobb, és csak fertőződ vele azoknak az élményét, akik egy pozitív közösségben szeretnék megélni a játék örömeit. A Tencent és a kínai rendőrség összefogásával egy hatalmas bandára csaptak le, akik csaló szoftvereket fejlesztettek és forgalmaztak. Kínában és valószínűleg a világon is az egyik legnagyobb ilyen szervezetre sikerült támadást mérni, és a számok teljesen eszementek. A nyilvánvalóan illegális szervezet leginkább a mobiljátékokra voltak specializálódva, de a Valorantra és Overwatchra is például fejlesztettek cheateket, és ezeket jó pénzért árulták. Írek szerint naponta több mint 3 millió forintot tudtak bezsebelni. A rendőrség helyben lefoglalt 14 milliárd forintnyi értéket, amiben ezek a sportkocsik is beletartoztak. Kapaszkodjatok meg, mert az őrült számok itt nem állnak meg. A csalóbanda becsült bevétele körülbelül 232 milliárd forint. Az egész nyomozás 12 hónapig tartott, 17 oldalt kapcsoltak le, és a viszonteladókat is elővették az ügyben. Az elítéltek pedig börtönbüntetéssel lettek ítélve. Nagyon sajnálom őket. Basszus, az élet igazságtalan. Na mindegy, jöjjenek a villámhírek. A Thymnesia egy új Souls-like játék, amit az Overborder stúdió fejleszt. A játékvilága a fertőzés köré épül, ez is indokolja az ikonikus pestis állarcot, amit visel a karakterünk. Elméletileg képesek leszünk kinyerni az ellenfelekből a betegséget, és ezt mintegy képességként felhasználni a későbbi harcaink során. A játék története valamelyest elágazó lesz, ugyanis több kimenetele lehet a végének. Úgy tűnik, hogy az ez évi Call of Duty újra meglovagolja a második világháborús érát. Jelentések szerint a Sledgehammer áll a fejlesztések mögött, akik a kód World War II-t is fejlesztették. Az Activision megerősítette, hogy a Warzone továbbra is marad, maximum a Cold War megjelenéséhez hasonlóan integrálva lesznek az újdonságok. A Riot Games már korábban bejelentette, hogy szeretnének Runeterra világából egy MMORPG-t készíteni. Már a League of Legends is hatalmas lifestyle képességekkel rendelkezett, de szerintem, hogyha megjelenik az MMORPG-jük, akkor sokunk napfényt nem fog látni évekig. Ez viszont a fejlesztőkre is vonatkozhat, hiszen egy ilyen játékot borzasztóan sok idő lefejleszteni, és nagyon nagy csapat kell hozzá. Ezért be is jelentették, hogy keresnek embereket, és lehet is rá jelentkezni a Riot Games oldalán, hogyha rendelkezel akár játékfejlesztési, gyártási vagy például grafikus tudással. Az öreg Cyberpunk nem maradjon ki, az 1.2-es patch-e megérkezett és rengeteg bugot fixáltak, elméletileg. Nevesebben a rendőri intézkedéseket nörfölték, ugyanis hirtelen egyből mellé teleportáltak, ahogy a törvény határát éppen átléped. Emellett pedig egy új fizikával látták el a járműveket. Mostantól könnyebben vissza fognak fordulni a kocsik a négy kerekükre. Ezt a forradalmi funkciót már a GTA 3-ban is láthattuk, de soha nem késő hasznát venni neki. Köszönöm, hogy velem tartottatok a Számhíradó heti részében. Hogyha tetszett, akkor tudjátok, hogy mi a dolgotok, illetve iratkozzatok föl, hiszen tudjátok, új nap, új hírek. Én Szám voltam, és ne felejtjétek, csak azért, mert a tweetetekre kaptok 5 lájkot, nem jelenti azt, hogy igazad van.